Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. 2024 első új világrendadása fog következni itt a következő percekben, és tisztelettel köszöntöm állandó vendégünket, Bernek Ágnes, a Neumann János Egyetem Eurázsia Kutatóközpont kutatás vezetőjét. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen az ismételt meghívást. Témánk pedig a Világgazdasági Fórum, amit nagyon sokan a Davoszi jelző miatt ismernek, és itt az elmúlt héten is sok szó esett róla a médiában. Ugye egy picit szeretném, ha ezt egy kicsit szétszednénk, megcincálnánk, hogy pontosan miről is van itt szó, és magáról a Világgazdasági Fórumról, mint intézményről is, mint ahogy az APEC-ről is beszéltünk, hogy hogyan jött létre, milyennek az eredője, arról szeretném, ha először egy picit beszélnénk. A Világgazdasági Fórumnak az a különlegessége, hogy például az előbb említetted, Rita, az APEC-et, ez nem egy multilaterális együttműködésen alakul, hiszen az APEC, vagy bármilyen intézményi formát mondanánk, az gyakorlatilag az államok multilaterális együttműködésen alapul. Hivatalosan a Világgazdasági Fórum az nem más, mint egy civil szerveződés, és most biztos nagyon sokan elgondolkoznak, de hát pontosan ez a dolognak a lényege, hogy magánembereket, tehát magánembereket hívnak meg, és ezeknek a magánembereknek lesz egy találkozási fóruma. 1971-től datálják a Világgazdasági Fórum létrehozását, akkor még nem ezen a néven volt, hanem úgy volt, mint Európai Menedzsment Akadémia, de az alapító személye az egyáltalán nem változott. Az a Klaus Schwab, aki márciusban már 86 éves lesz, aki egyébként egy német állampolgár, német születésű, miután elvégezte Németország különböző egyetemein a különböző mérnöki iskoláit, közgazdásznak is tanult, és majd aztán úgy lesz igazából közgazdász, úgy alapítja meg ezt a Világgazdasági Fórumot, és a karrierje is ott kezdődik el, hogy a Harvard Business School-ra megy tanulni, és itt a Harvard Business School-on találkozik azzal, aki aztán végül is egész életében mentora lesz, az a Henry Kissinger, aki akkor nagyon-nagyon sok kurzust tart a Harvard Egyetemen, pontosan azért, hogy a különböző európai irányzatok és az európai politika. Úgyhogy Klaus Schwab, az, aki 71-ben létrehozza akkor még Európai Menedzsment Akadémia címén ezt a, hát azt kell, hogy mondjuk, ez már akkor is egy civil fórum, Klaus Schwabnak az volt az elképzelése, hogy a vállalatoknak a vezetői is ugyanolyan részei a társadalomnak, mint például a politikusok vagy a civilek, és a fő céljának ekkor azt tekintette, hogy az amerikai vállalati menedzsment módszereket fogja megtanítani az európai vállalati vezetőknek. Ez Klaus Schwabnak a hivatalos verziója, hogyha azt kérdezzük, hogy a világ másik részének mi a véleménye erről, a világ másik részének pontosan az a véleménye, hogy ez valójában nem az ő elképzelése volt, hanem Henry Kissinger, a fő mentora javasolta neki, hogy ezt hozza létre, és majd ezt az Európai Menedzsment Akadémiát 87-től nevezik át Világgazdasági Fórumnak, úgyhogy gyakorlatilag onnantól kezdve minden évben Davosban találkoznak. De mitől lesz ez különleges? Szerintem attól, hogy igazából ez az elitnek a fő találkozási helye. Hiszen a Világgazdasági Fórumra, bár ez egy civil kezdeményezés, de valójában a legnagyobb hatalommal rendelkező embereket hívják meg, így meghívnak politikusokat, meghívják a különböző vezető pénzügyi szakembereket, meghívják a legnagyobb vállalatoknak a vezetőit, természetesen jelentkezni is lehet erre a fórumra, de az, hogy például ki fog beszélni, vagy az, hogy például ki fog részt venni különböző kerekasztal megbeszéléseken, ez már a Világgazdasági Fórum meghívásán alakul. Ezért is szokták azt mondani, hogyha az a kérdés, hogy mi a Davoszi Világgazdasági Fórum, és például Barabási Albert Lászlót, a nagyon-nagyon híres hálózattudományi szakembert kérdeznénk meg erről, ő azt mondaná, hogy az elitnek ez egy szűk körű hálózat, azt szokták mondani, ez a legexkluzívabb privát hálózat. És én úgy gondolom, hogy két dolog miatt is ez a Davoszi Világgazdasági Fórum hálózattudományi szempontból és geopolitikai hatalmi szempontból is egy nagyon jó példa. Egyrészt az, hogy kötődik egy adott helyhez, ugye az a Davosz, ami a luxus turizmusnak az egyik fellegvára, és egy példa rá az, hogy mindenki eljön, hiszen azáltal, hogy mindenki személyesen találkozik, mindenki kapcsolati hálót tud fölépíteni, mindenki újabb és újabb kapcsolatokra tud szert tenni. És a másik példa, ami szerintem nagyon-nagyon jó, hogy bár nagyon elterjedt az, hogy a hálózatoknál és a személyes kapcsolatoknál nem számít a nemzetiség, nem számít, hogy hova megyünk, de mégis ki kell emelni, hogy mindenki elmegy Davosba, hiszen ezeket a legfontosabb kapcsolatokat, ugye ezeket nem a Facebookon, nem az interneten alakítjuk ki, erről szó sincsen, ezek a személyes kapcsolati hálók.
A világgazdasági fórum attól függően egyébként, hogy milyen éppen a világgazdaság és a világpolitikai környezet, természetesen mindig az aktualitásra is törekszik, tehát mindig megpróbálja meghívni azokat a prominens személyiségeket, akik például éppen most lettek újak, vagy valami miatt most kerültek be a világpolitika fősodrába. Így például ezen a világgazdasági fórumon maga Klaus Schwab mutatta be Argentina új elnökét, aki beszédet tartott, de hogyha megnézzük és a világgazdasági fórum honlapját és a különböző videókat, amelyek elérhetők az internetes honlapon, mindenki megnézheti, ha megnézzük, akkor lehet látni, hogy az amerikai külügyminiszter is beszédet tartott, Sullivan a legfontosabb, gyakorlatilag az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, és így lehet tovább folytatni, tehát ugyanúgy az Európai Bizottság elnökasszonya, vagy például az Európai Központi Banknak az elnökasszonya, de úgy látható, hogy a Valutalapnak az elnökasszonya is, a Világbanknak az elnöke is, mind-mind beszédet tart, és mindezért éppen ezért ez egy nagyon-nagyon prominens, exkluzív klub. De természetesen a hatalmi hálózatoknak is különböző szintjei vannak, és hálózattudományi nyelven is igaz az, hogy bár a centralitás az jellemző, nagyon érdekes mondás egyébként Klaus Schwabnak, azt szoktam mondani, hogy ő rendelkezik a legnagyobb kapcsolati hálóval a világon, majd egy interjúba utána nevetve hozzátette, ezt régebben mondta, akkor még Henry Kissinger élt, hogy talán csak Henry Kissinger kapcsolati hálója nagyobb. Tehát ő az az ember, akire egyébként hálózattudományi nyelven azt szoktuk mondani, hogy egy centralitásnak is különböző szintjei vannak. Erre azt szoktuk mondani, hogy ez köztes centralitás, ami azt jelenti, hogy csak is kizárólag ezen a központi centrumon keresztül, mint például így Klaus Schwabon keresztül, tudják elérni egymást a különböző emberek. Tehát szerintem a jelentősége az pontosan ez, hogy egy kapcsolati hálót teremt, ha valaki még nem volt a kapcsolati háló része, az felkérés kaphat arra, hogy belépjen ebbe a kapcsolati hálóba, és így végül is az elitnek megteremti egy szűk, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, azt az együttműködését, vagy kvázi együttműködését, amelyen keresztül egyébként nem véletlenül a Davoszi Világgazdasági Fórumot nagyon sokan azt szokták mondani, hogy ez nem más, mint egyesek azt szokták mondani, a háttérhatalom, vagy másképp a titkos társaságoknak az egyik legfontosabb kapcsolati része. Ez valahol igaz is, hiszen Klaus Schwab az a Bilderberg csoportnak is a tagja, és még valami szerintem nagyon fontos eleme van ennek a világgazdasági fórumnak, pont azért, mert személyes kapcsolatépítés. Ugye egy dolog az, amit mi tudunk, egy dolog az, amit megnézhetünk, és egészen más dolog az, hogy valójában a létrejövő személyes találkozásoknak utána milyen jelentősége lesz. Itt a meghívás alapja akkor a pozíció, tehát mondjuk, ha egy személy bekerül egy bizonyos pozícióban, igen, akkor mérget vehet rá, hogy meghívást fog kapni a következő ilyen találkozóra? Nem biztos, hogy mérget vehet rá, de elképzelhető, hogyha éppen a Világgazdasági Fórumnak mindig megvan, hogy mi a központi üzenete, mindig megvan az, hogy milyen főbb tematikus blokkjai vannak, igen, elképzelhető, hogy meghívást kap. De hát ugye azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez a Davoszi Világgazdasági Fórum, ez alapvetően az angol szász elitnek a vezető fóruma, úgyhogy pont ezért mindig nagyon-nagyon szelektált, hogy a nem angol szász világon kívül kiket hívnak meg. Így például Vlagyimir Putyin utoljára meghívást a Davoszi Világgazdasági Fórumra 2021-ben kapott. Ekkor még ez a 2021-es fórum a COVID miatt ez egy online fórum volt. Ekkor mondja el Putyin azt a beszédét, amelyben a több pólusú világ mellett foglal állást, de ugyanerre a kapott meghívást erre az online fórumra a kínai elnök is. Most viszont, hogyha azt kell nézzük, 2022-ben már sem a kínai, sem legfőképpen az orosz elnök Vlagyimir Putyin nem kapott meghívást, pedig ez akkor még január volt, még nem kezdődött el a háború február 24-én, és ebben az évben pedig határozottan látható volt az, hogy mellőzték ezt. Tehát például az új argentin elnökön kívül a hivatalban lévő elnökök itt nem szerepeltek, vagy azért, mert nem kaptak meghívást, vagy sokkal inkább ez volt a Világgazdasági Fórumnak jelenleg a célja, hogy ne kifejezetten az elnökök felől közelítsék meg, hanem sokkal inkább egy új együttműködés, hiszen mindig ezt szorgalmazza a Világgazdasági Fórum, egy új együttműködési fórumot teremtsen meg. Azt, hogy Vlagyimir Putyint nem hívták meg, az olyan szempontból logikus, hogy ugye háború van, és akkor itt most látjuk ezt az elszigetelős politikát, és akkor nem akartak nyilván ezzel szembe menni, de a kínai elnököt vajon miért nem hívták meg, és mondjuk kínai nagyvállalatoknak a vezetőit meghívták, erről tudunk valamit? Természetesen meghívták, és a kínai miniszterelnök egyébként ott is volt, tehát ez egy nagyon magas szintű delegáció. Itt a problémának inkább azt látom, hogy van egy hivatalos narratívája ennek a világgazdasági fórumnak, amely
azt mondja, hogy egy teljesen szétesett, fragmentálódott világban hogyan lehet együttműködést kialakítani, de hát éppen az egyik múltkori műsorban beszéltünk róla, hogy ezzel szemben pedig 2022-től az Amerikai Egyesült Államok hivatalos geostratégiájának a fő célja a túlzott kölcsönös gazdasági függőségeknek a megszüntetése, és ez alapján ugye 2022-ben még az amerikai pénzügyminiszterasszony meghirdeti a friendshoringnek a fogalmát, ami azt jelenti, hogy az amerikai vállalatok felé az az elvárás, hogy át kell szervezni a vállalati értéktermelési láncokat, és ahogy akkor Janet Yellen mondta, szó sincs arról, hogy bárhova ki lehet telepíteni a termelést, csak is kizárólag megbízható országokba, és ugye itt kezdődik a következő nagy kérdés, hogy mit értünk azon, hogy megbízható ország, fölülírhatják-e a politikai szempontok, a gazdasági szempontokat. Nem véletlenül a kínai hivatalos vélemény az, hogy elítéli ezt a friendshoring fogalmát, és azt mondja, hogy ez egy kétoldalú politika az angolszász világ részéről, mert egyfelől hirdeti a nyitott piacot, másfelől pedig a vállalatok mindennapi gyakorlatában sokkal inkább a bezárkózásra és Kínának és a többi feltörekvő piac elszigetelésére törekszik. Na, ahhoz képest, hogy Klaus Schwab lehet akkor az a személy a világon, akinek a legkiterjedtebb kapcsolati hálója van, nagyon keveset tudunk ehhez képest egyébként róla, mint személyről, és arról, hogy tudom, hogy volt azért vannak villanások, hogy ő mit gondol a világról, meg hogyan képzeli el a világnak a jövőjét, de azért nagyon vázlatosan csak egy-két ilyen pontot meg lehet említeni, hogy közelebb kerüljünk hozzá? Hát csak nagyon vázlatosan, mert ez tényleg igaz, hogy valójában nem tudunk róla annyit, amennyit szeretnénk. Hát amíg ugye Vlagyimir Putyin életútjáról már milyen sokat beszélgettünk, és ez nagyon-nagyon jól dokumentálva van, itt nem igazán, tehát itt egy olyan több oldalú dolgok vannak, de az, hogy ő mit gondol a világról, ez egyrészt visszatükröződik abba is, hogy mi a világgazdasági fórumnak a fő célja. Tehát például a 90-es évek a globális világpiac időszaka, az ugye hát a globális kormányzás, ugye a nagyon-nagyon sokat vitatott globális kormányzásnak az időszakának, vagy legalábbis a mottóját jelenti, a célját jelenti, hogy hogyan lehet megvalósítani úgy egy világkormányzást, ami gyakorlatilag elszakad a különböző nemzetállami sajátosságoktól. Ezt is akkor már nagyon-nagyon sokan bírálták. Aztán a COVID kapcsán ugye megírja a Great Reset, vagy a Nagy Leállítás könyvét. A legutóbbi könyve Schwabnak 2022-ben jelent meg, ez a Nagy Narratíva című könyve, ami látszólag egy nagyon érdekes cím, de valójában pontosan ezt járja körül, hogy hogyan, milyen módon lehetne újra alakítani a világot, de hát azért ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez az újra alakítása a világnak, ugye ez az angol szász elitnek a szervezete, tehát nyilvánvalóan ez pontosan megjelenik itt, hogy maga az angol szász elitnek a világgazdasági, világpolitikai szerepét hogyan, milyen módon szeretné újra alakítani. Számomra döbbenetes az, hogy ennek a fórumnak az volt a fő mottója, hogy a bizalom újraépítése, mert hogyha már újra kell építeni a bizalmat, akkor nyilván ez már azt is jelenti, hogy valahol a bizalmunk elveszett ebbe a davoszi elitbe. Hát most kérdés, hogy sikerül-e elérni a bizalom újraépítését, amikor hát a világ igen-igen szkeptikus, és nagyon sok olyan vélemény is megjelent, hogy ezáltal, hogy a bizalom újraépítése, mintha a Klaus Schwab és a hozzá kapcsolódó elit beismerné azt, hogy elveszett irántuk a bizalom, és ezt valamilyen szinten újra kell kreálni. Már egyáltalán ez sikerül. Ugye itt a világgazdasági fórumról beszélünk, és nem olyan régen beszéltünk ugye az APEC-ről, ami egy ilyen kereskedelmi konferencia, egyezmény, ahol ugye az a lényeg, hogy üzletek szülessenek, hogy a biznisz menjen. Itt a világgazdasági fórumon viszont, ami még akár számunkra is nyilvános, ott is nagyon sok a politikai üzenet. Természetesen, hiszen a világgazdaság és a világpolitika az elválaszthatatlan egymástól. Nagyon sok nyílt politikai üzenete van, és szerintem rejtett politikai üzenete is van. Ha például megnézzük az egyik szekcióba, ott nagyon érdekes volt, olyan címen ment, hogy geopolitikai együttműködés. A geopolitika és az együttműködés az egyébként kizárja egymást, hiszen a geopolitika az egy nagyhatalmi harcot jelent. Igaz, hogy itt az együttműködést idézőjelbe tették, de hát kivezette a szekciót, az az ember vezette, aki nem más, mint a Foreign Affairs világhíres amerikai külpolitikai főadnak a főszerkesztője, és az is nagyon látványos már, hogy ki mindenkit hív meg ide, tehát például nem véletlenül orosz szakértők egyáltalán nem kerültek meghívásra. Ami nagyon
nagyon-nagyon feltűnő volt, hogy mivel, hogy most ugye Indiával nagyon szeretne jó kapcsolatokat építeni, ugye az angol szász világ pont azért, mert úgy látja, ugye egy Oroszországgal szemben ugye totális szankció van, háború van, Kína a legfőbb vetélytársa ugye az Amerikai Egyesült Államoknak, nagyon szeretne Indiával újraépíteni a kapcsolatokat, nagyon-nagyon sok indiai meghívott volt ezekbe. Ami szintén érdekes, hogy például a Közel-Kelet is nagyon-nagyon magas szinten képviseltette magát. Közel-Kelet részéről egyébként ez nem meglepő, hiszen a Közel-Kelet is újra pozícionálja magát ebben a világban, ugyanúgy akar üzleti kapcsolatokat építeni. Az egyik szintén nagyon érdekes szekció az az Egyesült Arab Emirátusokról szólt. Az volt a fő kérdés, hogy mi az a különleges az Arab Emirátusokban, melynek rémén sikerült elérni azt, hogy 5-6%-os a növekedés, hogy Dubaj a világnak az egyik vezető központja, hogyan tudták elérni, hogy a világ stratégiai földrajzi helye, tehát több ilyen van. Néha azért tesznek kivételeket is a davoszi fórumon. Most például meghívták az iráni külügyminisztert, ami hát látszólag döbbenetes, hiszen Irán az Amerikai Egyesült Államok legfőbb ellensége. Ezt több oldalról is lehet nézni. Hát például úgy is, hogy megtudták, hogy mi az iráni külügyminiszternek a véleménye, és akkor nyilvánvalóan vele bármilyen konfrontációt egyszerűbb kialakítani, de hát azért az iráni külügyminiszter is maximálisan tisztában volt azzal, hogy hova hívták meg, és ezen a fórumon mi az, amit elmondhat, és mi az, amit nem. Lát bármilyen nagy változás, mondjuk az előző ilyen világgazdasági fórumok között? Tehát volt bármi, ami ebben a jelenlegében, ez éviben új volt, újdonság, más megközelítés? Hát talán maga motto. Tehát így, hogy a bizalom újraépítése, így még soha nem volt ez a motto. Korábban az volt a motto, már a COVID után az volt a motto, hogy egy új együttműködési platform kialakítása. Ez a motto engem meglepett egyébként, mert ez tényleg úgy lehet ebből érezni, amit valószínűleg a davoszi elit is érez, hogy ugye elveszik irántuk a bizalom, és bár nagyon-nagyon arra törekedett ez a fórum, hogy egy optimista képet sugalljon, szerintem ez nagyon kiderült ebből, hogy amikor például megnézzük azt, mindig a világgazdasági fórum előtt adják ki a globális kockázati jelentést. Globális kockázati jelentésben is, ami meglepett engem, hogy pontosan azt mondták, hogy az az egyik legfontosabb kockázat, hogy nagyon pesszimistán nézünk a jövőbe. Aminek hát persze lehet azt mondani, hogy nyilvánvalóan megvan az alapja, és az egyéni emberek azok a saját életükben ezt hogy élhetik meg, de az valahol ez egy meglepő dolog. Az is meglepő dolog, hogy a globális kockázati jelentés is úgy indul, hogy vele ezt különböző embereket kérdeznek meg, tehát ez kérdőíves felmérés alapján születik, hogy milyen kiemelt kockázatok vannak, hogy a válaszadóknak a kétharmada azt mondta, hogy egy többpólusú világ van kialakulóban. Tehát azért valahol az, hogy a davoszi elit meg a világgazdasági fórum is újra szeretné pozícionálni önmagát, azért ebből ez egyértelműen kiderült. Ugye beszéltünk itt egy picit arról, hogy háttérhatalomnak is szokták ugye nevezni ezt a davoszi világgazdasági fórumot. Gyakran megjelenik egyébként akár összeesküvés elméletekben igen. is maga igen, ez pontosan. A testület, mert hogy itt dőlnek el dolgok, igen, és aztán igen. itt kapják meg a világvezetői, vagy az angol száz világvezetői azokat az utasításokat, amiket aztán hazamennek és megpróbálnak végrehajtani. Ebben mennyi lehet az igazság, hogy azért vannak ezek a feltételezések, mert hogy annyira rejtélyes, meg sok minden nem tudunk, meg nem minden nyílt, és akkor persze, hogy az ember fantáziája kiegészíti. Valószínűleg igen. Pontosan az, hogy személyes kapcsolati hálókat lehet építeni, hogy olyan emberek találkozhatnak személyesen, akik nem találkoznak egyébként, mert nem jellemző, hogy egy politikai vezető, egy csúcspolitikai vezető találkozik üzletemberekkel, hogy a különböző vacsorákon és fogadáson, és még ki tudja, milyen privát programokon van, lehetőségük van kapcsolatot építeni. Igen, nyilvánvalóan ez, ami miatt azt szokták sokan, nagyon sokan mondani, hogy ez valójában ennek a háttérhatalomnak, vagy a világvezető elitjének jelenti egy ilyen szűkörű exkluzív klubját arról, és ami megerősíti azért ezt az elképzelést, azt még hozzá kell tenni, hogy Klaus Schwabnak még korábban volt egy kezdeményezésre, és létrehozták a fiatal vezetők, a fiatal politikai vezetőknek a fórumát, ahol nem üzletembereket képeznek, hanem politikai leendő politikai vezetőket, tehetséges fiatalokat készítenek fel arra, hogy majd politikai vezető posztot tudjanak betölteni. Ennek a fiatal vezetők fórumának is évente több találkozója van, nagyon komoly rostán kell átmenni, külön van egy ilyen glénum, egy kuratórium, ami javasolja, de hát azért a kanadai miniszterelnök, vagy Olaszország miniszterelnök asszonya, vagy az új-zélandi miniszterelnök asszony, aki azóta már lemondott, ők mind-mind ebből a fiatal vezetők fórumából jönnek.
Tehát ezt is nagyon vissza lehet azonosítani, hogy kik azok, akik gyakorlatilag ennek a Klaus Schwab általi kezdeményezésnek itt a, hát mondjuk azt politikai nevelési fórumából jönnek ki, és ezért mondják nagyon sokan azt, hogy sokkal több ez a világgazdasági fórum, mint egy megbeszélés, valójában nem más, mint egy új politikai vagy üzleti vezető elitnek a kinevelése vagy kiválasztása. Hát ugye az, hogy Kissinger a fő mentora Klaus Schwabnak, ez is mondják nagyon sokan, nem véletlenül Kissinger fölismerte azt, hogy ki lesz az a megfelelő ember, aki majd európai szinten tudja ezeket a kapcsolatokat kiépíteni. Henry Kissinger nem véletlenül nagyon-nagyon sokat meghívást kapott még. Még az Allied Világgazdasági Fórumon is egyébként, még a tavalyi évben is ő beszélt. Tehát itt nagyon-nagyon sokszor ez megjelenik, és ez az aktualitás is megjelenik, ami miatt nem igazán tudjuk. Például Zelenszkij részt vett ezen a fórumon, tehát személyesen is részt vett, nem csak online. Meghallgattam a beszélgetését pontosan készülve erre az interjúra, és az ő beszédének egy különlegessége az volt, hogy amíg korábban nem kifejezetten Putyin szemérére koncentrált azt, hogy hát elnézést, hogy leegyszerűsítve mondom, de ki a fő gonosz, és ki ellen kell harcolni, sokkal inkább áttételesen mondta azt, hogy az orosz-ukrán háború az gyakorlatilag a liberális világrendnek is a megtámadása. Ez a beszéde kifejezetten Putyin személyére koncentrált, kifejezetten arra koncentrált, hogy Vlagyimir Putyin ebbe hogy bűnös, és hogy Vlagyimir Putyin az az ember, aki rossz útra vitte Oroszországot. És amikor egyébként utána egy beszélgetésen a Világgazdasági Fórum kuratóriumának az elnöke, aki korábban egyébként a Nestlé-nek volt a vezérigazgatója, megkérdezi Zelenszkijtől, hogy mégis hogyan látja, meddig fogják az orosz emberek eltűrni Putyinnak a hatalmát, akkor Zelenszkij egy olyan választ ad arra, hogy meddig dugják a fejüket a homokba, meg hasonlók, de hát azért ebből is kiderül, hogy nyilvánvalóan eleve már az, hogy Zelenszkij milyen beszédet mond, ennek van egy nagyon-nagyon komoly üzenete. Számomra, mint geopolitikai elemzőnek az üzenete az, hogy valamilyen szinten Oroszországgal igenis együttműködésre törekedne. Vlagyimir Putyin az, aki az útjába áll a dolgoknak. Ha nem lenne Vlagyimir Putyin, akkor a nyugat és az angolszász világ együttműködne Oroszországgal. Az már egy más kérdés, hogy nem csak Vlagyimir Putyin, hanem ugye pontosan erről beszélgettünk Vlagyimir Putyin életútja kapcsán, hogy a szilovikok, ez az erős embereknek a csoportja, de hát a szilovikoknak, élén Vlagyimir Putyinnal az a véleménye, hogyha a szilovikok nem állnának ellen a nyugatnak, akkor a nyugat az gyakorlatilag abban a pillanatban ugyanezt a liberális értékrendet kényszeríteni rá Oroszországra, holott Oroszországban, mondta ezt Vlagyimir Putyin, semmilyen alapja nincsen a piacgazdaságnak, egészen más jelent a demokrácia, és Oroszországnak éppen ezért a saját szuverén fejlődési útját kell megvalósítani. Tehát akkor az összességében elmondható, hogy a 2024-es világgazdasági fórumon nem igazán néztek szembe azokkal a hibákkal, amelyeket elkövetett mondjuk a nyugat, most fogalmazzunk így az egyszerűség kedvéért, hanem tovább tolják azt a narratívát, amit eddig is láttunk, és akár még üzennek is azoknak a nagyhatalmaknak ilyen beszédeken keresztül, akikkel szemben állnak. Igen, ez egy jó meglátás, hogy szembenéz-e a hibákkal, ugye valószínűleg igen. Tehát valahol igen, nyilvánosan nem. Tehát nekem pontosan ennek a világgazdasági fórumnak az volt az üzenete, hogy egy optimista életérzés sugall. Azt sugallja, hogy bármilyen probléma ellenére, bármilyen napi örökös konfrontációk ellenére együtt lehet működni, és ki lehet alakítani az együttműködésnek az új fórumát. De ez az angol szesz világnak egyébként a hivatalos narratívája. Hogyan, milyen módon lehet ezt a világrendben együttműködést kialakítani. Azt, hogy már az új világrend az mit jelent? Amit az angol szász világon kívüli világ akar. És ugye azt mondták már ugye a Shanghai Együttműködési Szervezet országa is, hogy egy igazságosabb világrendet kéne létrehozni. Nem olyatól csak is kizárólag az USA és az angol szász világ szempontja érvényesülnek. És figyelembe kéne venni a civilizációs és kulturális különbségeket. Ez itt ebben a formában nem jelenik meg, abban a formában gyakorlatilag egy gesztus gyakorol a nem angol szász világ országainak, hogy meghív más embereket is, olyanokat vagy, akik már fontosak, meghívtak nagyon sok
Számomra ismeretlen lehet, hogy akik pontosan például ilyen környezetvédelmi kutatásokkal foglalkoznak, azok tudják, hogy ezeknek a civil mozgalmaknak milyen szerepe van, tehát egy nagyon-nagyon sokrétű megközelítést alkalmaz. És ezen a világgazdasági fórumon itt nem csak geopolitikai és nem csak világgazdasági témákról esett szó, hanem kiemelt szempont az például mindig is a különböző társadalmi szempontok. A kockázati jelentésnek is az egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a megélhetési költségek azok hogyan emelkednek. És ez a társadalmi polarizációt, ez mennyiben növelheti. De ugyanúgy kiemelt téma volt a különböző környezetvédelmi kérdések, ami már évek óta is mindig kiemelt téma. És ami meglepő, az a mesterséges intelligencia. Most erre most külön előadásokat, külön kerekasztal beszélgetéseket szerveznek, a mesterséges intelligencia és ennek milyen hatása van a társadalomban nézve. Például az egyik fórumon kérdezték meg az egyik mesterséges intelligencia kutatót, hogy mit tudunk tenni az ellen, hogy a mesterséges intelligencia majd ne vegye el a munkánkat, vagy ne vegye el a különböző lehetőségünket, és erre az volt a válasz, hogy folyamatosan tanulnunk kell, mert ez a folyamatos tanulás, ez újabb és újabb kreatív gondolatokat képez, ami alapján gyakorlatilag hát meg tudjuk ezt őrizni szemben a mesterséges intelligenciával. De azért az embernek ellenérzései mindig vannak. Engem például nagyon meglepett az, amikor az Európai Bizottság elnök asszonya azt mondta, hogy a világ legfontosabb veszélyének a félretájékoztatást és a dezinformációt tartja. Megnézem a globális kockázati jelentést, és ez engem például teljesen meglepett, és nagyon sokat elgondolkoztam azon, hogy ténylegesen milyen közvéleménykutatásra épülhetett ez a kockázati jelentés, mert a világ top 10 kockázata között, hiszen a kockázatokat úgy szokták rangsorolni, hogy súlyosság alapján mit jelent és bekövetkezési valószínűség szerint, de mind a két szempont alapján a világ top 10 kockázata közé nem kerültek be a geopolitikai kockázatok, nem kerültek be a geoekonomiai konfrontációk, a szankciók, minden ilyen az USA és Kína kereskedelmi háborúja, hanem a legfontosabb kockázat az extrém időjárási helyzeteket tekintették, ami valahol igaz természetesen, és második helyen a dezinformációt. De hát itt ugye már az a legnagyobb probléma és a legnagyobb kérdés, hogy mit értünk azon, hogy dezinformáció. Globális kockázati jelentésen most először írták le azt, hogy igazság. Hogyan lehet közvetíteni, hogy mi az igazság? És azt mondja ez a kockázati jelentés, hogy azáltal, hogy polarizálódik a társadalom, ez teret adhat annak, hogy különböző, hát ahogy udvariasan szerepel, alternatív hírforrások lehetnek, és ezen alternatív hírforrások alapján az embereknek különböző véleménye alakulhat ki, ami veszélyes lehet, hiszen ez nagyon-nagyon messze van az igazságtól. De ugye ekkor az igazság, hát lehetne azt mondani, hogy geopolitikai fogalom is lehetne, de sajnos nem az. Az igazság az egy erkölcsi fogalom szerintem, de az, hogy kinek mi az igazsága, és ki hogy látja az igazságot, ha csak azt nézzük, hogy az orosz és az ukrán háború révén mennyiben más a narratívája az angolszász világnak, és mennyiben más a narratívája Oroszországnak, akkor itt már úgy gondolom nagyon nehéz megmondani azt, hogy az igazságot objektív értelemben lehet egyáltalán értelmezni. Hát van az a kérdés, mi a mérce, mihez mérjük? Természetesen, mihez mérjük? Kinek az igazságát fogadjuk el, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy egy többpólusú világ van kialakulóban, ami egyébként benne van a kockázati jelentésben, tehát hogy a válaszadó kétharmada ezt mondta, ez benne van, az már egy egészen más kérdés, hogy ki hogyan képzel el ezt a többpólusú világot, hiszen 2021-ben, ugye az akkori nagyhatalmak, az Amerikai Egyesült Államokkal is mind-mind fölmondják ezt a világrendet. 2021-ben már leírva szerepel az amerikai ideiglenes nemzeti biztonsági stratégiába, hogy a túlzott függőségektől való gyakorlatilag veszélyeket meg kell szüntetni. És így jut el odáig az Amerikai Egyesült Államok, ugye az előbb mondtam, hogy 2022-ben már a friendshoring fogalma is megszületik, tehát az, hogy csak is kizárólag megbízható országokba lehet kivinni a termelést. Azóta ennek még nagyobb szintjei vannak, tehát már külön kormányzati intézményt hoztak létre arra, hogy például kormányzati engedély szükséges ahhoz, hogyha valaki nem, vagy vállalat nem megbízható országba akarja kivinni például a működő tőkét. Különösen bizonyos ágazatokra, technológiai ágazatokra, mind abból a szempontból, hogy például nehogy Kína bizonyos ágazatok terén fölénybe tudjon jutni az Amerikai Egyesült Államokhoz képest. De tehát így visszatérve egy picit a fake newsoknak a témájára, hát ez ugye mi is szerintem
az utóbbi években a saját bőrünkön tapasztaljuk, akár a koronavírus kapcsán, igen, hogy mi az, ami fake news volt mondjuk fél, igen, évig vagy egy évig, aztán végül mégis kiderült, hogy nem teljesen volt, igen, fake news. Igen. Tehát, hogy ez valóban egy olyan kérdés, ami a jövőre tekintve az átlag embereknek az életét is érintheti, és akkor idehoznám azt, hogy egyébként az Európai Unióban ugye terveznek elfogadni egy ilyen fake news ellenes médiatörvényt, igen, igen, ezzel kapcsolatban már folynak az előkészületek, és ha egy ilyen elfogadásra kerül, akkor lehet, hogyha Bernek Ágnes eljön hozzánk, és elmondja azt, hogy egyébként az orosz nagyhatalmi politika mit jelent, és ők hogyan látják a világot, akkor az fake news lesz, mert ez egy másik igazság. Igen, pontosan. Pontosan ez elképzelhető, elképzelhető számomra. Azért döbbenetes, hogy pontosan ezért köszönöm szépen, ez egy nagyon-nagyon jó felvetés, hogy bekerül ez a kockázati jelentésbe, mert számomra pontosan ebből az következik, hogy ki fogja megmondani azt, hogy mi az, hogy fake news, és mi nem. Ki fogja monopolizálni ezt az információt? Ki fogja megmondani azt, hogy egyáltalán milyen információ fog bekerülni, vagy másképpen azt is szoktuk mondani, ki állítja elő az információt? Hiszen az, hogy történik valami a világpolitikában, a világgazdaságban, ez egy dolog. Az, hogy a hírekbe hogy kerül be, ez alapján fogjuk mi megtudni, de az, hogy a híreknek a tartalma az mennyiben azonosítható azzal, ami ténylegesen történt, ezt lehet, hogy mi, vagy biztos mi soha nem fogjuk megtudni, hiszen a tényleges információ nem fog eljutni hozzánk. Ezért ez egy nagyon veszélyes dolog, hiszen ez egy nagyhatalmi narratívának rendelődik alá, és azáltal, hogy az angol szász világ nagyhatalmi narratívája, és ugye az eklatása a legfőbb ellenség, az orosz narratíva az egészen más, ez már egy alapvetően meg fogja szabni azt, hogy mit tekintünk, nem csak igazságnak egyébként, hanem mi az, amit elfogadunk, és mi az, amit nem. És ugye azért lesz ez nagyon veszélyes innentől kezdve, mert majd az egész szemléletmódunkat, az egész gondolkodásmódunkat azt fogja megszabni, hogy milyen információhoz jutunk hozzá. Mi az, amit például a felsőoktatásban megtanítunk? Mik azok az alapvető tézisek? Hát nem véletlenül az, hogy az oroszok hogyan gondolkoznak például a világrendről, ez nem szokott bekerülni általában a felsőoktatási tananyagokba, maximum csak akkor, hogyha valaki orosz specializációja jár. Ezt nem is igazán tudjuk. Tudjuk mi egyáltalán azt, hogy az iszlám világ hogyan gondolkozik a hatalomról. Ezt mondta egyébként 2021-ben a kínai elnök a virtuális davoszi fórumon, hogy a civilizációs különbségek lenne az alap. A civilizációs különbségek figyelembevételével csak is úgy szabad hozzáfogni ahhoz, hogy egy új világrendnek az alapjait letegyük. Egyébként jobban figyelnek erre keleten, akár a kínaiak, akár az oroszok, tehát ők foglalkoznak azzal, hogy a nyugat mit gondol? Maximálisan foglalkoznak természetesen, hiszen ahhoz ugye Sun Tzu is ugye mit mondott a háború művészetében, hogyha nyerni akarunk egy csatában, akkor mit kell tudni? Önmagunkat kell ismerni, és az ellenséget. Sun Tzu azt mondja, hogy ha önmagunkat se ismerjük, meg az ellenséget se, akkor biztos, hogy vereséget szenvedünk. Pontosan. Nagyon-nagyon erősen, hát külön kutatóintézetek vannak erre. Stratégiai kutatóintézetek vannak arra, hogy milyen a nyugat gondolatmenete, és ez alapján ők saját maguk, vagy az oroszok, vagy a kínaiak, vagy a többi feltörekvő hatalom, hogyan milyen módon tud ez igazodni. Beszéltünk ugye arról, hogy Zelenszky miről beszélt, illetve Ursula von der Leyen. Volt még olyan beszéd, ami említésre méltó? Szerintem nekem, mint geopolitikai elemzőnek, az Amerikai Nemzetbiztonsági Főtanácsadónak a beszéde, aki ismét egyébként elmondta azt, hogy a káros kölcsönös gazdasági függőségek azok mennyire veszélyesek. Nagyon-nagyon igyekezett azon, hogy az Amerikai Egyesült Államok új szerepkörét újra deklarálja. És ami még azért az, hogy megjelent a dezinformáció meg hasonlók, azért szerintem még a világgazdasági fórumnak azért bármennyire is akart ezt az optimista légkört sugallani, valahol benne volt az, hogy ugye bizonytalan, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy választások lesznek az Amerikai Egyesült Államokban. Ez egy nagyon nagy kérdés most, hogy lesz-e váltás, hiszen a republikánus győzelem lesz, akkor az valószínűleg ez egy teljesen új irányvonalat fog képviselni. Zelenszky beszédéből is nagyon-nagyon kiértődött ez a félelem. Tehát, hogy a nyugatnak igenis egységet kell alkotni, hogy az ország mellett kiálljon. Most is egyébként a beszédét úgy mondta el, hogy könnybe lábadó szemekkel könnyezve mondta el, hogy Ukrajna hogyan védi a szabad világot, és ez alapján igenis miért fontos az, hogy újabb és újabb támogatásokat kapjon az ország.
Ez nagyon-nagyon kiderült ebből, de hát több helyen választások lesznek. Ugye Oroszországban is választás lett, bár hát ott nem nagy kérdés, hogy ki fogja megnyerni a választást, de igen, igen, ez a bizonytalanság azért, ez érződik. Kimondva vagy kimondatlanul, hát inkább kimondatlanul, mert nagyon-nagyon egy ilyen optimista, egy ilyen mi az erős vezető elit képet akar sugallani ez a fórum. És hát ugye az EP-ben is választások lesznek. Így kérdés az, hogy változik-e valamilyen módon az irány. Mindenütt több választás lesz. Valószínűleg ez a választásokkal is azért összefügg azzal, hogy a dezinformáció az ilyen hangsúlyos szerepet kapott, hiszen ha a dezinformációnak neveznek valamit, és azok a hírek kerülnek előtérbe, akkor a választók másképp fognak gondolkozni, és másfajta irány mellett fognak voksolni. Ez egyébként, ez az optimizmus szól a társadalomnak is. Tehát nem csak a vezetőknek, igen, hanem annak, igen, hogy az emberek, igen, nyugodjanak meg, igen, nem lesz semmi gond, kézben tartjuk a világot, vagy igen, tudjuk a folyamatokat. Igen, ez határozottan szól a társadalomnak is, nem véletlenül, hogy a globális kockázati jelentés nem kerül be az első 10 közé a geopolitikai kockázatok. Korábban is egyébként a davoszi elitre, hát ugye Huntington volt itt még az, aki megalkotja azt a szót, hogy a davoszi ember. A davoszi ember alatt, kifejezés alatt Huntington azt értette, hogy nem nemzetállamhoz kötődő, hanem globális szinten egy globális kormányzást megvalósítani akaró politikai vagy gazdasági vezető. Korábban is azt mondták, hogy a davoszi elit az úgy gondolja magáról, hogy az ő kezébe van a világnak a vezetése, ő fogja megmondani azt, hogy milyen lesz a világ irányvonala, de cserébe, mint egy ilyen társadalmi szerződés alapján, hogy a politika tudományban mindig is szoktuk mondani, megvédi az egyéni embereket, az egyéni embereknek, teremt egy boldogulás irányvonalat, megteremti számukra azt, hogy megfelelő életük legyen. De hát azáltal, hogy mottónak azt választották, hogy a bizalom helyreállítása, én úgy gondolom, hogy ebben benne van maximálisan az, hogy az egyéni emberek egyáltalán nem gondolják már azt úgy, hogy akkor majd a davoszi elit fogja nekik megteremteni a biztos életet. És ha a bizalom helyreállítása a mottót, azt egyébként a dezinformációk oldaláról közelítjük meg, igen, akkor az egészen félelmetes, nem? Mert ha bizalom, pontosan, ha én azt akarom, hogy irántam a bizalom növekedjen, akkor minden olyan hírt, tényt, amely ezt megrengetheti, azt megpróbálok, igen, félretenni az útból. Igen, pontosan erről van szó, és innentől kezdve ez egy nagy kérdés, hogy valójában az irányítás kinek a kezében van. És most az irányítás alatt nem csak azt kell értenünk, hogy milyen pénzügyi rendszer van, hiszen az irányításnak az egyik legfontosabb eleme az a soft power. Az a soft power, ugye, ami arra épít, hogy nem kényszerít minket, mint katonai erővel teszik, hanem késztetnek minket arra, hogy így gondolkozzunk, tegyük föl, azt az amerikai életformát szeretnénk. A soft power-re szokták azt mondani, hogy a soft power-nek az egyik leggyakorlatilag hatásosabb eszköz az a nagyhatalmi narratíva, ami egy kifejezésmód. Elmondja azt, hogy mi egy nagyhatalomnak a célja. Tehát a nagyhatalmi narratíva az legalább annyira épülhet hazugságra is. Miért ne épülhetne hazugságra? Csak kérdés, hogy ki fogja eldönteni azt, hogy mi az, hogy hazugság, és mi az, hogy igazság. Meg tudjuk-e mi egyáltalán, mi a hazugság? Hiszen nagyon-nagyon sok világpolitikai helyzetet, ha megnézünk, egészen másképp magyaráz az angolszász világ, és egészen másképp magyaráz a nem angolszász világ, vagy ahogy szokták mondani az angolszász világban, a globális délországai. Más szempont alapján közelítik meg. És ez egy alapvető eltérés jelent. Hát az, hogy például nagyon érdekes, hogy amikor 2021-ben utoljára még Vlagyimir Putyin meghívást kapott az Online Davoszi Világgazdasági Fórumra, akkor Klaus Schwab úgy vezette föl Vlagyimir Putyin beszédét, hogy azt mondta, hogy ez egy történelmi pillanat. Talán itt van a lehetőségünk arra, hogy egy megbékélés legyen a két fő ellenség között. Hát ugye ez az, ami majd teljesen megváltozik, és azért az egy nagyon szemléletes példa, hogy 2022. januárjában még el sem kezdődött a háború, bár akkor már való igaz, hogy ugye akkor már az amerikai kivonulnak Afganisztánból, és ha visszaemlékezünk, akkor Biden egyre több beszédében már rendszeresen elmondja, hogy szerintünk ekkor fognak támadni az oroszok, szerintünk akkor fognak támadni az oroszok, de ekkor januárban az orosz elnököt már nem hívják meg. Na és hát ehhez kapcsolódik az is, hogy ez a davoszi elitnek a fóruma, de hát orosz részről is már minden évben megszervezik a Szentpétervári Világgazdasági Fórumot. Ez az orosz fórum, a Szentpétervári Világgazdasági Fórum, mint egy alternatívája a Davosnak, és ott is nagyon szemléletes az, hogy ki mindenki kap meghívást, ki az, akit egyáltalán nem hívnak meg, és maga Oroszország hogyan demonstrálja a világ felé azt, hogy
milyen újabb szövetségeket tud kötni. Hát ugye egyre kevesebb angol száz szakértőt hívnak meg, nem véletlenül, de ugyanígy a Vlagyivosztokban évente megrendezésre kerül a Keleti Gazdasági Fórum, ahol szintén egy teljesen új csendes óceáni együttműködést hirdetnek. Hát Klaus Schwab természetesen nem meghívott vendég egyik helyre sem, úgyhogy a nyugati elitnek ez nagyon nagy kihívás innentől kezdve, hogy ezek arra különböző más törekvésekkel, hát helyre tudja állítani ilyen még iránta a bizalmat, és mennyire tudja még a davoszi elit megőrizni azt a hatalmát, amire úgy gondolja, hogy a világvezetés az az ő feladata. Születtek jelentős reakciók Davosra? Hát születtek egyfelül reakciók, hiszen egyfelül ugye mindig van az angol szász narratíva, amely azt mondja, hogy a davoszi világgazdasági fórum újra egy lehetőséget teremtett az együttműködésre, a megbékélésre, születtek ilyen jellegűek, és ez körülbelül így a diplomácia szintjén van, ami szintén még így megtámogatja, hogy Davosz, és ez az optimista kép, és nem annyira veszélyes a világ, szó nincs rólam, meg hasonlók, de természetesen a nem davoszi elit részéről pontosan ez volt az egyik fő, például ez nagyon érdekes volt, ez volt az egyik fő meglátás, hogy azáltal, hogy már mottónak is ezt választották, hogy a bizalom helyreállítása, de Vosziel itt már maga beismeri azt, hogy iránta a bizalom az elveszett. Nagyon szépen köszönöm, Bernek Ágnes, a Neumann János Egyetem Eurázsia Kutatóközpont kutatás vezetője volt a vendégünk, körülbelül két hét múlva jelentkezünk újra. Köszönöm szépen a meghívást.